Szerda este az orosz Nizsnyi Novgorod otthonában kezdte volna szereplését a Bajnokok Ligájában a Falkó Vulkánó Energia KC Szombathely, ám a találkozó előtt néhány órával lefújták a mérkőzést, ugyanis kiderült, hogy az orosz csapatnál 6 játékos is pozitív koronavírus tesztet produkált. A Falkó küldöttsége tehát feleslegesen repült ki Oroszországba a mérkőzést megelőző napon, ráadásul már a kiutazásnál is akadtak nehézségek. Meg volt szervezve a csapat hétfőn reggel Bécsből Moszkván keresztül Novgorodba utazik. Sajnos a légitársaság csütörtök délután törölte azt a járatot, így vizsgáltuk a lehetőségeket, de semmilyen más lehetőség nem adódott. Nem volt más lehetőség az utazásra, hogy az első BL meccsünket lejátsszuk, mint hogy charterjáratot béreljünk. Ez óriási nagy kiadásokkal terhelte meg a klubunkat, egyedül nem is tudtuk ezt vállalni. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége fordult a segítségünkre, aki plusz támogatással biztosította azt, hogy el tudjunk repülni. A szombathelyi klubvezetés azon dolgozik, hogy a késői halasztás miatt jóváírják a mérkőzést a Falkó javára, ráadásul arra is jó esély mutatkozik, hogy az utazási költségek is megtérülnek. Vizsgáljuk annak a jövő lehetőségét, hogy halasztás nélkül hogyan lehetne ezt a mérkőzést a Falkó javára úgymond jóváírni, hiszen még egy utazás az megint nagy kiadásokkal jár, habár a FIBA illetékesei biztosították arról a klubot, hogy a mostan felmerülő költségeket ezt megtérítik. Ha mégis pótolni kell az elmaradt találkozót, akkor a sárga-feketék javaslata az, hogy amikor januárban a Novgorod érkezik az aréna Szaváriába, akkor 48 órán belül két mérkőzést játszon a két csapat Szombathelyen.